Jó napot kívánok! Köszöntöm a televízió nézőit, különösen a 7. osztályos tanulókat. Nemes Ildikó vagyok, a Temerini Kóka Imre Általános Iskola magyar tanára. A 7-esekkel már az előző órán megismerkedtünk, az egybe és különírást vettük a múlt órán, most szintén helyesírással folytatjuk, méghozzá a szószerkezetek helyesírásával, melyeket egybe és kötőjelesen is írhatunk. Mielőtt azonban rátérnénk magára az anyagra, ismételjük át egy kicsit, hogy mik is azok a szószerkezetek, a szóösszetétel tulajdonképpen, mit tanultunk erről az 5. osztályban. Tehát az összetett szavak elemei, vagyis az összetett szó eleme az előtag és az utótag. Összetett szót akkor kapunk, hogyha az előtagnak a jelentése és az utótagnak a jelentése valamilyen kapcsolatban van a kapott összetett szó jelentésével. Az összetett szó kétféle lehet, alárendelő és mellérendelő. Az alárendelő szó összetételek viszonyát az elő és az utótag alapján alanyos, tárgyas, határozós és jelzős szóösszetételekre oszthatjuk. A mellérendelő szóösszetétel pedig lehet valódi szóösszetétel, ikerszó és szóismétlés. A mai órán ezeknek az írásáról fogunk beszélni. Az alárendelt szóösszetételek két szóból állnak, ugye elő- és utótagból, és amennyiben az elő- és az utótag is egyszerű szó, egybeírjuk őket, bármilyen hosszúak is legyenek. Példánk az ablaküveg, a napraforgó, madár látta, 5 éves, karalábé főzelék. Ám mi a helyzet, hogyha többszörösen összetett szóval találkozunk? A többszörösen összetett szó az, hogyha 3 vagy annál több szó alkotja a szó összetételt. Akkor beszélünk többszörösen összetett szóról. Figyeljük meg ezeket a példákat. Hang, verseny, terem. Egybeírjuk, hogy hangverseny, terem. Sejem, hernyó, tenyésztés. Sejemhernyó, kötőjel, tenyésztés. Tehát ezt a szerkezetet kötőjellel írjuk. Vajon miért? A többszörösen összetett szavak esetében a szótagszámlálás lép életbe. Tehát egy kicsit a matematika is belép a helyesírásunkba. Mi azt jelenti, hogy a többszörösen összetett szavakat 6 szótagig írjuk egybe, azon felül kötőjellel választjuk el az előtagot az utótagtól. Tehát számolnunk kell a szótagok számát. Azt tudjuk, hogy egy szó annyi szótagból áll, ahány magánhangzó van benne. Tehát a hangversenyterem, hang, ver, seny, te, rem, 6 szótagból áll, ezért ezt egybeírjuk. Viszont a se, jem, her, nyú, te, nyész, tés, már 7 szótagos, ezért ezt kötőjellel kell írnunk. A szótagszámlálásnál a képzőket is beszámítjuk a szótagokba. Gépkocsi vezető, de autóbusz vezető. Kerékpárjavítás, de kerékpárjavítási. Viszont a jeleket és a ragokat már nem számoljuk a szótagok közé, és ezért egybe kell írni azt, hogy kerékpárjavításokat. Mert ugye a K a többes számjele, a T pedig a tárgy ragja, amit már nem számolunk a szótagokhoz. Mi a helyzet az ikerszók írásával? Az ikerszók esetében egy részüket kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz, más részüket pedig egybeírjuk. Nézzük, mi lehet itt a szabály.
Az irul-pirulnál az ír-pír az a szótő, és mindkét taghoz járult toldalék. Tehát toldalékot kapott mindkét tag, az előtag is, és az utótag is. A limlom esetében, ugye a lim és a lomnál a limlomot csak az utótagot toldalékoltuk, tehát csak az utótag kapott toldalékot, láthatjátok, hogy itt az írásmód különbözik. A tarkabarkánál is csak az utótagot toldalékolhatjuk, a dimbesdombos esetében az előtag és az utótag is kaphat toldalékot, és akkor megfogalmazhatjuk a szabályt, hogy kötőjellel kapcsoljuk azokat az ikerszókat, amelyeknek mindkét tagja toldalékolható. Csak az utótagjukon toldalékolható ikerszókat viszont egybeírjuk. A szóismétlések írása következik. A szóismétlések írása esetében a változatlan formájú tagokból alakult szóismétléseket kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz. Tehát ugyanúgy írjuk le őket, egy-egy, alig-alig, messze-messze, kötőjelesen. Persze kivétel mindig van, a nana, nono, nini. Ám külön írjuk ugyanannak a szónak különböző toldalékkal ellátott változatait, például a napról napra, jobbnál jobb, vagy tudván tudta. A napról esetében azért írjuk külön, mert a rólnak a ről, a ra-nak pedig a re lenne a párja, tehát nem ugyanaz a toldalék járult mindkét taghoz, ezért ezeket a szerkezeteket külön kell írni. Most vegyétek elő a nyelvtankönyveteket, nyissátok ki a 134. oldalon a kötőjeles írásmódnál, és nézzük ezeket a feladatokat a könyvben. A többszörösen összetett szavak írásával kezdi a tankönyv a feladatokat, és a gépkocsi vezetőt, a mértékegységrendszert, a készáruházat ugye egybeírva látjátok. Ha megszámláljátok a szótagokat, megbizonyosodhatok arról, hogy mindhárom szó 6 szótagból áll, ezért a többszörösen összetett szavakat 6 szótagig egybeírjuk, mondja a könyvünk is. Viszont figyeljük meg a labdarúgó egyesület, hány szótagból áll, számoljátok meg. Mivel 8 magánhangzó van benne, 8 szótagból áll, ezért az elő és az utótag határánál kötőjelezzük ezt a szerkezetet. A tornás csapatbajnokságnál is számoljatok. Ha jól számoltatok, ugye akkor 7 szótagot kaptatok, és tornász, előtag, kötőjel, csapatbajnokság a helyes írásmód. A munkaerő nyilvántartás esetében szintén 8 szótagot találunk, ezért munkaerő, kötőjel, nyilvántartás a helyes írásmód. Viszont ugye említettük az előbb, ha 2 egyszerű kőszóból álló összetételeket, azokat mindig egybeírjuk, bármilyen hosszúak is, ilyen a fizetésképtelenség, a kutatólaboratórium. Ugye az előző 7, az utóbbi 9 szótagos, mégis egybeírjuk őket, mert 2 szóból állnak. Az ikerszók írásánál láthatjátok, az egyik oszlopban, ugye, izegnek, mozognak, ámuló, bámuló, irult, pirult, kötőjelesen írjuk, mivel mindkét tag toldalékolható. Viszont a limlomot, csigabigát, tereferét esetében csak az utótag kap toldalékot, ezért ezeket egybeírjuk. A szóismétlések írásánál néha-néha, már-már, sok-sok,
változatlan formájú tagokból alakultak, ezért kötőjellel írjuk, viszont a szemtől szembe, háztól házig, várva várt esetében megváltozik a toldalék, ezért külön kell írni őket. A 135. oldalon van az első gyakorlat, azt is próbáljuk megoldani. Ezt az elsőt közösen. Az első oszlopban kutató tudós, dolgozó nő, pihenő munkás, izzóvas különírva, kutatócsoport, dolgozóasztal, pihenőnap, izzóasztal egybeírva, és nektek kell kiválasztanotok a helyes megoldást a megadott tézisek közül. Tehát melyik a helyes? Az első oszlopban azért írtuk külön a szavakat, mert jelzős szószerkezetek, a második oszlopban azért írtuk egybe, mert összetett szavak. Vagy az első oszlopban azért írtuk külön a folyamatos igeneveket, mert alkalmi jelzője az elzett szónak, a második oszlopban az igenév sem folyamatot, hanem valamire való készséget, rendeltetést fejez ki, ezért egybeírjuk az utótaggal. És akkor a jó válasz ugye a második tézisünk. A második feladatot próbáljátok önállóan megoldani. Hogyan írnánk a több számnév kapcsolatát a megadott melléknevekkel? Adva van az évi, szótagú, tagú, hektoliternyi, órás, évtizednyi. Melyikkel kell egybeírni, és melyikkel kell különírni? Egy pár másodpercet várok. És akkor nézzük. Egybeírjuk a több évit, a több tagút, a több órás kifejezéseket, viszont külön írjuk a több szótagút, több hektoliternyit és több évezrednyit. Még egy feladatot megoldunk a könyvből, ez az ötödik feladat. Húzd alá a helytelenül írt szavakat, írd le őket helyesen. Ugye az időről időre, a hercehurca, a mendemondva és az immelámmal az adott. Egybe, külön vagy kötőjellel írjuk őket. Ez a kérdés. Szerintem már ennyi elmélet után megy ez mindenkinek. És akkor nézzük ennek a megoldását. Egybeírjuk a hercehurcát és a mendemondát, kötőjellel írjuk az immel ámmalt, és külön írjuk azt, hogy időről időre. Még maradt az órából, gyakorlat következik. Próbáljuk leírni helyesen ezeket a szerkezeteket. Figyeljétek, hogy hány szóból állnak, és hogy hány szótagból. Gyümölcsfa ültetés, paradicsom saláta, papírszalvélta gyűjtemény, radiátor javítás, időjárás változás, miniszoknya viselet. Akkor a megoldás, gyümölcsfa ültetés kötőjelesen, paradicsomsaláta egybe, papírszalvéta gyűjtemény kötőjelesen, radiátorjavítás egybe, időjárás változás kötőjelesen, és a miniszoknya viselet is kötőjelesen a helyes. És egy utolsó feladat maradt. Az ikerszókat
toldalékoljuk, először is alkossunk belőlük ugye szóösszetételt, és toldalékoljuk ezt a szóösszetételt. Tehát a rúg kapál, sírri, csigabiga, térülfordul, hercehurca, lótfut, cókmog, sürök, forog szavakból először szóösszetételt, és próbáljátok meg, hogy vajon toldalékolható-e az elő és az utótag is, vagy csak az utótag toldalékolható. A megoldást írjátok be a táblázatba. Nézzük a megoldást. Tehát a rúgkapál egybeírjuk, mivel csak az utótag kap toldalékot. A sírrit kötőjellel, mert toldalékolhatjuk úgy, hogy sírtak, rittak. Csigabigát egybe, mert csak az utótag kaphat toldalékot. Térültek, fordultak esetékben láthatjátok, hogy az elő és az utótag is toldalékolható. Hercehurcával történt valami, csak az utótag kapott toldalékot. Lótás-futás, mindkét tag toldalékolt, cókmókja esetében csak az utótag, ezért egybeírjuk, és a sürögnek, forognak kötőjeles, mert mindkét tag kaphatott toldalékot. Remélem ügyesek voltatok, és jól dolgoztatok hibátlanul. Én megköszönöm a figyelmeteket. A házi feladatra, majdnem elfelejtettem, házi feladatra a 136. oldalon a második és ötödik feladatot oldjátok meg, és majd beszéljétek meg a magyar tanárotokkal. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek szép napot kívánok!